Itt a Retro Kritika sorozatomban egy horror klasszikust fogunk most kivesézni, méghozzá a 2004-es fűrészfilmet, amely már már olyan nagy franchise-en nőtte ki magát, hogy idén ugye meg is kapta a tizedik felvonását is, és az elkövetkezendő hetekben, napokban mindegyik filmre sor fog kerülni, és természetesen a megjelenési sorrend szerint fogom ezeket a filmeket kritizálni. Szerintem senkit sem lep meg, ha azt mondom, hogy az első rész a legjobb a franchise-ban, egy remek darabról van szó a horror műfajában, és rendkívül egyedi ötlettel találtak elő a készítő 2004-ben, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen ugye további kilenc filmmel bővült a széria, és hatalmas rajongó táborra Ami ilyen népszerűvé tette a fűrészfilmeket az nem más, mint a sok különleges és brutális csapda, amelyet maga a kirakós gyilkos állít össze. Ez az ellen nagyban hozzájárult a Filmek sikeréhez, de emellett ez még sok más dolognak is köszönhető, melyet az első fűrészfilm szinte tökéletesen valósított meg. A történet Dióhéjban anyja a szadista sorozatgyilkos áldozatait megszállottan az élet értékére akarja megtanítani, úgyhogy erkölcsileg szilárd embereket rabol el és hátborzongató játékra kényszeríti őket, melynek tétje a saját életük. Az áldozatok mindegyikének képtelen döntési helyzetekkel szembesülve kell megküzdenie azért, hogy visszanyerje életét, vagy ellenkező esetben belehajjon a próbálkozásokba. A film koncepciója már önmagában zseniális, és a megvalósítása se lehet egy szavunk sem, mert remekül alkották meg ezt a darabot. Nagyon okosan építkezik a film, minden fontos részletet aprólékosan mutat be, legyen szó a történetről vagy a szereplők hátteréről. A legtöbb kérdésünkre választ kapunk, az egészen biztos. A fűrész egész végig egyébként kelti a feszültséget, aminek során egyszer-kétszer azért még meg is ijeszt minket. Általában a franchise-ra nem jellemző ez, hogy tele van hanem inkább a nyomasztó és a félelmetes érzés, persze, amit a sok csapda és a bezártság miatt érezhetünk, és az első részre ez kifejezetten igaz volt, és sok hátborzongató pillanatnak lehetünk szemtanúi, ezeknek a zseniálisul megvalósított elemeknek köszönhetően. A film főgonosz olyan csapdák és kihívások elé állítja az általa elfogott embereket, amelyekből szinte nulla az esély, hogy élve kiszabadulnak, a csapdák mind különlegesek és személyre szabottak, ennek köszönhetően pedig alig vannak emberek, akik sikeresen kiútnának. A film csak egy ilyen áldozatot mutat be nekünk, aki teljesen megzarodott a sok traumától, miután túlélte a gyilkos által összerakott csapdákat, Persze a végén szemügyre vehetjük azt, hogy Kerry Elves karaktere Dr. Lawrence Gordon kiszabadul, viszont az első részben nem kaptunk választ arra, hogy mi lett az orvos sorsa a franchise antagonistáját Tobin belszemélyében láthatjuk, és ez a szerep teljesen neki lett kitalálva. Az első filmben csak az alkotás végén láthatjuk, illetve ha szemfülesek vagyunk, akkor a film elején is megleshetjük, ugye amikor ben van az orvosi rendelőben. Szóval akkor láthatjuk a film végén, amikor egy váratlan fordulat után felébred, tehát mindvégig ott volt a két főszereplővel a nyugtalanító fürdőszobában, és ez lehetett talán az a pont, amely egyeseknél már nagy túlzás volt, viszont Innen egy bődületesen nagy fordulatot vett a film, mert minden néző azt hihette először, hogy meghalt a gyilkos és jön a happy end, viszont Jigsaw meghúzta a váratlant és továbbra is szabad amely egyértelmű jel volt 2004-ben, hogy érkezni fog a folytatás. A karakterek nagyon jól működnek, mind a főszereplők és a mellékszereplők egyaránt, az életük azonban nem csak játék és mese, hiszen tel is tele van fordulatokkal, bármikor jöhetnek a kihívások, akár egy bezárt helyen, de a saját otthonunkba is bemerészkedik a kirakós gyilkos. Értelemszerűen az első részben Zepp volt a tettes, mivel ő is a játék része volt, amit szó csak feküdt a fürdőszobában, és remekül választották ki egyébként a színészeket a szerepekre, és fontos megjegyezni, hogy minden Egyedi szerepet kapott a filmben. Természetesen kiemelném az előbb említett film végén bemutatkozott Tobin Bad, de például említést érdemel még Danny Glover rendőr, aki szintén kiemelt szerepet töltött be a történetben. Oly sok ideig nyomozott, kutatott a gyilkos után, viszont a halál alatt számára a végállomás, hát mondhatni, hogy a vesztébe rohant. James Van rendező pedig ezzel a filmmel csillogtatta meg tudását a horror műfajában, akinek nevéhez mára már olyan filmek fűződnek, mint az első kettő démonok között, az Insidious és az Aquaman, tehát mai napig készít pazar filmeket, és nem csak az ijeszgetésben próbálta ki magát, hanem a szuperhősök világába is beleásta magát, a fűrész zenéről pedig egy szóval annyit tudnék elmondani, hogy zseniális, ha bárhol halljuk, szinte biztos, hogy felismerjük, akár csak a Star Warsnál vagy az Indiana Jonesnál, de rengeteg kultfilm zenét lehetne meg ide sorakoztatni. Szóval 2004-ben Jameson egy olyan filmet alkotott meg, amely mára már az egyik legikonikusabb horror franchise nőtte ki magát. A fűrész egy könyörtelen és brutális darab, teríst-tele feszültséggel és hátborzongató gyilkossal, aki mindenki előtt egy lépéssel jár, és olyan kívásokat ad áldozatainak, hogy cserébe az életükkel kell fizetniük. Aki szereti a horrort, annak kötelező darab az első fűrészfilm, hogyha persze még nem láttátok a mai napig. És fontos azt is megjegyezni, hogy nagyon jól öreg és bármikor öröm újra nézni ezt az alkotást. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett és mennyire szerettétek a 2004-es első fűrészfilmet. Szokásos dolgokat mindenképp tegyétek meg, legközelebb találkozunk, szevasztok!